Szeretettel üdvözöllek benneteket! Mennyit költesz a betegségedre? Számoltad már? Takács Márta vagyok, az egészségútját járom, és több mint húsz éve őrzöm az egészségem. Nem tudom magamba tartani, hogy el ne mondjam nektek a minap nem tudtam elkerülni, hogy ne menjek be a gyógyszertárba. Na nem azért, mert beteg voltam, más egyéb dologért mentem. Képzeljétek el, egy hosszú sorált előttem, ezért volt időm, hogy megfigyeljem, mi történik. Ha bár gondolkodtam, maradjak-e itt ez a sok beteg ember, belélegzem a sok kiköhögött bacikat, vírusokat, aztán eszembe jutott a mi láthatatlan maszkunk, és már is biztonságban figyelhettem a körülöttem zajló eseményeket. A pénztárt figyeltem. Az egyik pénztárnál már elég hosszú ideje, hogy ott állt egy idősebb házas pár, akiről nem a gazdagság sugárzott. A gyógyszerész. E e kibe járkált a raktár és a kiszolgáló pult között. Megvallom, nekik sincs könnyű dolguk. Abban próbált segíteni, hogy a felírt gyógyszerek, melyek vényre is meghaladták a családi kasszát, milyen gyógyszerekkel lehet helyettesíteni, amit a családi kossz, kassa elbír. Végül megszületett a megoldás, ami engem, aki várakozott, és nem vagyok teljesen tisztában jelenlegi gyógyszerárakkal, Teljesen ledöbbentett. Ami ezután következett, az nálam olaj volt a tűzre. Ugyanis a gyógyszerésznő legnagyobb jó indulata, segítőkészsége mellett, ami tényleg dicsérhető, nem tudta 36.800 forintnál olcsóban kihozni. Mit gondolsz? Mennyivel kerülhetett volna többe az eredeti felét gyógyszer? Vajon? ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, az olcsóbb gyógyszer, mint az eredetileg felírt. Vagy ez már teljesen mindegy? Valóban jobban fogja magát érezni magát, meg fog tőle gyógyulni. Ehhez, ilyen és ehhez hasonló kérdések jártak a fejembe. Ennek az idős házaspárnak ez csak a havi gyógyszer kiadása vajon jut -e nekik élelmiszerre, ami szintén egyre drágább. Engem szó szerint elfogott a hála érzése, hogy nem ismerem a jelenlegi gyógyszerárakat, hogy egészséges vagyok. Hálás vagyok a funkcionális sejtáplálóikokért. Tudom, hogy a sejtjeim napi szinten megkapják a megfelelő tápanyagokat, ami nekem egészséget és egy biztonságot jelent. Igazad van, Egyetértek veled, ezt sem adják ingyen. De ha van benned egy kis felebaráti szeretet, eltökéltség és ambíció, fontos az egészséget, szívesen segítesz másoknak, akkor akár díjmentesé is teheted a saját fogyasztásodat. Mellé elismerésként, meg még anyagi támogatásodban is, támogatásban is részed lehet. Jól hangzik? Kíváncsi vagyok, mi a véleményed a gyógyszerárakkal kapcsolatban. Te mennyit költesz a betegségedre havi szinten, és milyen elismerést kapsz a gyógyszeripartól? Mit vagy képes megtenni az egészséged érdekében? Erre lennék kíváncsi, légy szíves kommentelj. Köszönöm, hogy meghallgattál, legyetek jók és egészségesek, ha tudtok. Sziasztok!